Szeretettel köszöntöm a Városi Televízió nézőit, februári hírcsokrunk következik. A farsangi időszak végén húshagyó kedden foglalkozásokkal várta látogatói cigándon a Bodrogközi Múzeum porta. 2016. február 9-én a Bodrogköz kincsei bölcsőde gyermekei és gondozói, majd a Tündérkert óvoda, óvodásai és pedagógusai búcsúztatták a telet. A gyerekeket és kisőrűjüket Szabóni Horváth Eszter, a múzeumporta vezetője köszöntötte. Mindkét csoport először a múzeumporta előtti téren felállított kiszebáb égetésével és hangos énekszóval, farsangi búcsúztató ritmusok kiabálásával űzte el a telet. A kiszebáb égetését követően különböző ügyességi játékokat próbálhattak ki a gyerekek és a pedagógusok. Volt többek között kakaslövés, pecázás, célbadobás, valamint fényképet is készíthettek a színpadra felállított, paramára festett vicces farsangi maszkokba bújva, vagy a farsangi busóbábúval. Na látod, és meg is van? Na? Oké. Okay. Na. Ó, ez nem sikerült. Várj, Sárika, hozz vissza színe. Mennyit is volt tehetni? Csinálunk róluk képet. Jó, Zsuzsi, megvan. Nagyon ügyes. Ez így. Jó, délután a Ne felejts kiskórus tagjai látogattak el az intézménybe, akik közös beszélgetés és éneklés után szintén kipróbálhatták a fent említett játékok közül a kedvükre valót, majd az intézményvezető által számukra tervezett ügyességi feladatokat oldották meg. Azt szeretném megkérdezni, hogy ugye itt vagyunk a Múzeum Portának az udvarán, ugye a farsangi ünnepségen, hogy mit tetszenek most csinálni, vagy hogy eltetszenek árulni itt a tévénézőknek? Nem tudjuk, hogy mi az, hát akkor hogy várunk? Karikádobálunk. Ja, kakaslövésnek hívják ezt a játékot, ugye a régi nyelven, csak ugye most már nem így néz ki. Gyerekkorunkban nem játszottunk ilyet. Nem. Bigéztünk. Így van. Meg bujócskát játszottunk. Könyvbabával játszottunk. Csukkababa. Csukkababába. Tengeri csövet lefűrtünk annak volt. Kicsi mozgás. Hely, ne! Tavad nekünk a baba. Baba játszottunk. Meg rongyú csináltunk babát. Meg tehenszörbű, labdát. Meg rongyú labdát. Evok nekünk a játszottunk. És esett az eső, sárvót csináltunk ilyen pukkasztót, földhöz vágtuk, belefújtuk, ez kipukkant. Én nem csináltam miatt, én csak bujócskát játszottam, meg bigéztünk, meg mindenféle játékokat, ami akkora volt a divat, de most ilyen eset nem voltam. Kis létát játszottunk, húzunk egy vonalat, Sántikat belejártunk, azt akkor dobáltuk egymás hátba, aki tartanált a labda, az kiállt. Ment a másik, az is hátba dobták, az is kiállt. Ilyen mondtunk a játék, meg bigéztünk. Hát nem, azt mondtam, én is. Bigéztünk. Bujócskáztunk. Ugye a farsang vége van, hivatalosan elkezdődött a bőti időszak. Azt feltetszenek tudni eleveníteni nekünk itt a tévénézőknek, hogy a bőti időszakban, hogy miket tetszettek csinálni fiatal korunkban? Hogy hogyan várták a húsvétot? Jó, hát azt vártuk, voltak a csalók, nem úgy, mint most.
akkor nem ilyen festékkel csináltuk a hímest, hagymahéjba. Bizonyabban festettük. Igen. Hagymahajába festettük a hímest. Bizonyabban. Nem volt festék. Meg Verdeire locsoltak bennünket, nem Kölnivel. Kivittek a kuthoz, azt ránk a Verdérvizet. Másnap meg mi locsoltuk a férfiakat, mi is adtunk nekik. Lajoncsot. A vendéget meg a, mivel is vártuk, sonkával, püstölt sonkával, akkor az igazi disznó püstölt sonka hozzá, kolbász, tojás, úgyhogy azzal volt viszont kalács. Ezek voltak a húsvérkék, bizony. Kölykalácsok voltak, diós, mákos, káposztás, krumplis, kásás, minden fajta. Nem olyan finomak, mint most. Megnőttünk szülve. Tojás volt főve. Bizony. Savolgáltuk a vendéget. Festettünk a hímest. Viaszkot szedtünk, azt felolvasztottuk, és kis ecsetelővel, mint a gyerekek ecsettel festenek. Olyanokkal írtuk meg a tojást. Szép, gyönyörű színekkor elsőben megfestettük, utána meg a viaszkos hagymával, festékkel csináltuk meg a viaszkal. Szépen kidíszítettük, szép mintákat rajzoltunk rá. Ha cifrázni akartuk, akkor petrezselyem levelet kötöttünk rá harisnyába, és úgy raktuk bele a forró színező vízbe, és amikor már úgy gondoltuk, kivettük, szépen áttöröltük, szalonával szinte szép fényes volt, és az a szép minta ott maradt. Úgyhogy olyan volt akkor a húsvét, azzal díszítettünk. Nem festékkel, hát biztos. Hímes tojás, bor, pálinka a fiúknak. Kölnivel meglocsoltak bennünket, ettek, ittak és tovább mentek. Az is volt azért, meg víz is volt. Meg szódavizes üveggel locsoltak, a vízzel beletették, és abban locsoltak. Szódavizes. Szappant áztattak el, szappanos víz volt a kölnihez. Úgyhogy azt hiszem, hogy a hajunk jó illatos volt, össze is állt a sok locsolóval. Jó vizesek voltunk. Igen, igen. Elmentek, mentünk a kapuba ki, hogy jaj, jönnek, akkor szaladtunk befelé, jaj, anyukám, már jönnek. Gyorsan más ruhát tettünk fel, mert csupa vizek voltunk, akkor nem csak egy kicsit, vagy szauda vízzel, rá a vedeire jön az ember. Hava utal a csalódás? Nem most, most berúgnak egyik jobban. Hát már nem is nagyon járnak. Már abban marad. Házruházra, meg kántán is házruházra jártak, nem úgy, mint most. Most nem járnak, már azt se csinálni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és további kellemes időtöltést kívánok. Farsang lévén nem maradhatott el a farsangi fánk sem, mellyel a szervezők kedveskedtek minden látogatónak a nap folyamán. A nagyon jó hangulatú programot követően mindenki élményekkel gazdagodva tért haza. Farsangi játszóházat szerveztek a Városi Könyvtár dolgozói Cigánton 2016. február 18-án. A rendezvényen bárki részt vehetett, akinek kedve volt egy kicsit kikapcsolódni ezen a napon. A résztvevők különböző farsangi állarcokat készíthettek, farsangi színezőt színezhettek és bohócot rajzolhattak. A jó hangulatú programon a szervezők forró teával és rákcsálni valóval várták az érdeklődőket. A Kántor Mihály általános iskola 8. osztályos tanulóinak szalagtűző ünnepségét, valamint az iskola tanulóinak farsangi bemutatóját rendezték meg a Szabadidő Központban 2016. február 19-én. Az ünnepségen Gulyás T. Dóncs Krisztina köszöntötte a megjelenteket. Kedves vendégeink, hölgyeim és uraim, tisztelt jelenlévők! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Kántor Mihály általános iskola szallagtűzési és farsangi ünnepségén. Majd Németné Szendrei Csilla igazgatóasszony ünnepi beszédében kívánt sok sikert a tanulóknak a további tanulmányaikhoz, és kiemelte, legyenek büszkék arra, hogy a Kántor Mihály általános iskola diákjai voltak. Nincs két egyforma év, nincs két egyforma ünnep sem. Mikor készülődünk iskolánk meghitt, mondhatni családi ünnepére, akkor régi emlékek jutnak mindig eszembe. Kicsit úgy vagyunk vele, mikor gyermekkorunkban szüleink évente egyszer az ajtó félfához állítottak, rovást húztak a fejünk bubjához, és láttuk, hogy mennyit nőttünk egy év alatt. Együtt örülve a szaporodó centimétereknek. Minden évben eljön ez a mai pillanat, mikor megmérettettek, hogy mennyit nőttetek, na nem egy év alatt, hanem az utóbbi 8 évben. Ilyenkor senki nem húzza magát össze tacosan, hogy kisebbnek tűnjön, hanem inkább tekintetét még jobban az égnek emeli, és büszkén tekint fel szüleire a nézőtérre. Én viszont most csak egy gondolatot szeretnék veletek megosztani. Kívánom,
hogy minél több szeretetben, megértésben legyen részetek. Kívánom, hogy a felvételitek eredményes legyen. Kívánom, hogy a tudás legyen a legfőbb segítőtök középiskolai életetekben. És kívánom, hogy iskolátokra, a Kántor Mihály általános iskolára és tanáraitokra is mindig úgy gondoljatok vissza, mint egy olyan iskolára, amit szerettetek, szeretetetek hibáival és erényeivel együtt. Kívánok a tisztelt jelenlévők számára szép élményt, értékes perceket, gondatlan ragyogást a mai délután, és azt, hogy váljon valóra minden álmuk. Köszönöm szépen! Az eseményen részt vett igazgatóasszony mellett Iski Dezső igazgatóhelyettes, Oláné Terjék Erzsébet és Lakatos Ferenc, a Révlányvári, valamint az Emplé Nagárdi tagintézmény vezetője. Ezt követően Pikó Sándor és Téglás Szilárd osztályfőnökök tűzték föl a szalagjaikat a diákoknak. A tanulók után a Cigándi intézmény vezetői mellett a Révlányvári és az Emplé Nagárdi tagintézmények vezetőinek tűzték fel a szalagot. A szalagtűzést sorrendben a 8. A, majd a 8. B osztály keringője követte. Hangulatú programot a farsangi karnevál követte. Először a 6. A osztályosok Hófehérke és a Héttörpe című mese feldolgozását adták elő, majd az alsó tagozatos osztályok jelmezes diákjai vonultak fel. Jelmezeseket és a produkciókat a 8-os diákok értékelték. Eredményhirdetés előtt a színpadi produkció zárásaként a 8-os diákok ismét előadták a keringőiket. A végzős tanulók szavazati alapján az alsó tagozatosok közül 6 jelmez érdemelte ki az első helyezést. A felső tagozatos produkciókat pedig a következőképpen értékelték. Első helyezett lett a 7. B osztály, második helyezett lett megosztva a 4. A, a 6. A és a 6. B osztály, harmadik helyen pedig a 7. A osztály végzett.
Az alsó tagozatos osztályok közül a második A-osztály jelmezesei érdemeltek ki díjat sakkprodukciójukkal. Jutalmuk osztályunként egy-egy torta volt. De senki nem mehetett haza üres kézzel, hiszen a díjazottakon kívül minden tanuló, aki részt vett a bemutatókon, egy-egy csokoládét kapott a szervezőktől. Az eredményhirdetés követően tombolahúzás fokozta a hangulatot, mely a rendezvény záró momentuma is volt egyben. Németi Viktóriát kérdezzük meg, a Szépta Művészeti Iskolának a vezetőjét. Kérjük, mesélj nekünk, hogy mi történt a nyáron a zeneiskola életébe, illetve hogy beindult a tanév, milyen hangszerekre és hogyan lehet bekerülni ide a zeneiskolába. Nyáron a zeneiskola pihen, bár társcsoportunk augusztus elején már megkezdi a munkálatokat, készülünk az augusztus 20-ai fellépésekre. Általában új koreográfiával készülünk, mindkét csoport egy teljesen új koreográfiával lépett fel 20-án. Szeptemberben pedig ugye ott megkezdődik a szokásos éves kezdéssel kapcsolatos munkálatok. Folynak a beiratkozások, tehát lehetőség van még szeptember 30-áig a gyerekeknek jelentkezni. Zongora, hegedű, képzőművészet és mazsis lányokat is szívesen várunk, citerásokat is szívesen várunk még. Lassan beáll azért a létszámunk, a tanítási órák természetesen már megkezdődtek, és hát megy minden a maga útján. Kik a tanárok, kiknél sajátíthatják el a gyerekek a zenét, illetve a táncokat, amiket láthatnak, hallhatnak itt a településen élők? Hegedűt Orosz Magdolna kolléganőm tanítja, a képzőművészetet Olá József tanítja, citerát Téglás Dezső, zongorát és a mazsis lányokkal pedig én magam foglalkozom. Milyen terveitek vannak a első fél évre a zeneiskolában, mind a hangszeren játszó növendégekkel, mind pedig a mazsorett táncos lányokkal? A táncos lányokkal, hál' Istennek, kapunk még mindig lehetőséget a fellépések, tehát már így az év elején is, tanév elején is. Most legutolsó a Béles Fesztivál volt, azon léptünk fel. Jövő héten fogunk a szociális otthon kért fel bennünket, hogy az ő rendezvényén lépjük fel jövő hét pénteken. A zenész gyerekekkel és a mazsis lányokkal is természetesen pedig készülünk, kicsit tovább gondolkodunk már, a karácsonyi ünnepekre készülünk, tehát ott mindig van nekünk egy hagyományosan megrendezett hangszeres karácsonyi hangverseny, és természetesen a lányokkal is igyekszünk majd, és megköszönjük előre a kedves meghívásokat. Köszönjük szépen, további jó munkát kívánunk a tanévhez, és sok sikert kívánok a elkövetkezendő időben. Oláné Fogyl Adrien táncpedagógus balettóráját látogattuk meg, és tanárnőt kérdezzük meg, hogy mit tartogatott ez az óra a gyermekek számára, mi volt a mai tananyag. Egész évben amúgy a Vaganova módszert követjük, tehát ezt tankönyvben le van írva, hogy ennek a korosztálynak pontosan mit kell tanítani. Jelenleg még az év elején ugye az eddig tanultak tananyagát vesszük át, tehát ami láthattunk, az a plié gyakorlat volt a Rudnál, amit kombináltunk rölövével és balanszéval, tehát hogy tartásjavítással. Középen ugyanez volt a tananyag, tehát a plié és a rölövé, és utána természetesen, amikor már síkban dolgozunk, térben elmozdulva, akkor is próbálkozunk, hogy rölövébe tudjanak haladni a gyerekek, tehát fél talpon is meg tudjanak állni. Milyen idős korúak ezek a gyermekek, mennyi idősek voltak, akik itt táncoltak? Ezek a gyerekek igazából az alsós osztályokból tevődik össze, tehát elsőtől negyedikig. Minden évben így tudok velük dolgozni és haladni. Minden gyermek járt óvodában is több éven keresztül hozzám balettra, tehát az anyag nem volt nekik ismeretlen, mikor felkerültek az iskolába, és abszolút be tudnak kapcsolódni a már iskolába járó gyerekekhez. Mennyiben látott hasznosnak a balettnek a jelenlétét a táncoktatásban?
Hát mivel én életemben 30 éve tanulom ezt a szakmát, és mivel ugye minden nap ezzel foglalkozom, én mindig azzal találkozok, hogy bárhova megy a gyerek tovább tanulni, vagy bármit sportol, én azt, hogy ilyen kicsi gyerekkorban már eleve tanul és találkozik a balettal, vagy bármilyen tánccal, az életébe úgy is vissza fog jelentkezni, bárhol. Tehát az legyen, ha problémája van a tartásával, vagy a bukájával, az igenis sokat jelent szerintem a későbbiek folyamán. Nagyon szépen köszönjük, és további jó munkát kívánunk a tanév folyamára. A mai napon Nagy Gábort, a Cigándi Szabadidő Központ vezetőjét munkahelyén kerestük meg. Üdvözöllek, kérlek, foglald össze, milyen jelentősebb események történtek az őszi-téli időszakban. Üdvözlöm a tévénézőket. Hát elég hosszú telünk volt, ugye decemberben kezdődtek a legfőbb események itt a Szabadidő Központban. December elején a már hagyományosnak mondható pénzdíjas szerelemlabdarúgó torna volt, ami nemzetközi is volt, mivel külföldről is jöttek csapatok, ez felnőtt játékosokról, felnőtt futbolistákról szólt, nagyon jó színvonalú volt, 500.000 forint összdíjazású pénzjutalom volt, ami úgy gondolom itt a környéken elég kevés helyen adódik meg, hogy ennyi pénzjutalmat osztanak az első három helyezetteknek. Ugye ez meg is mozgatta a labdarúgókat, mivel Budapesttől egészen Budapesttől itt kelet felé jöttek játékosok, NB1-es szintű játékosok is jöttek, amire ugye büszkék vagyunk. Tehát ezt követően folytatódott a városi teremlabdarúgó bajnoksággal, ahol a helyi környékbeli amatőr játékosok futballoztak. Ez igazából arról szólt, hogy a télen ugye hazaérkező játékosok az ünnepek alatt is kicsit sportoljanak. Ez nagyon jó visszhangja volt ennek, és hál' Istennek most is jól sikerült. Ezek után a felnőtt játékos, felnőtt labdarúgás után következtek az utánpótlás csapatainak a foci mérkőzései. Ezek januártól egész február végéig zajlottak. Itt a 8 korosztályos csapataink, akik a Cigándi Sportegyesületnél vannak, itt minden korosztálynak csináltunk egy teremtornát. Ez is már nemzetközi szintű, mert külföldről, Ukrajnából, Romániából, Szlovákiából érkeztek csapatok. Ezeket is próbáljuk minden éven még nívósabbá tenni. Hál' Istennek ez is sikeresen zajlott. A labdarúgáson kívül ugye más sportágokban nem nagyon vagyunk itt a sportcsarnokban otthon. Próbálkoztunk sok mindennel, de úgy gondolom a labdarúgás, ami a legnépszerűbb, és Cigándon is ezt szeretik a legtöbben. Viszont az iskolai rendezvényeken is iskolai rendezvények is zajlottak, szalagavató, illetve táncfesztivál is mondhatjuk így volt itt a Szabadidő Központban. Örülünk, hogy mi tudtunk helyet adni itt az iskolának is, és tudtunk segíteni, és a jövőben is megpróbálunk a minden igény kielégíteni, akár sporttal kapcsolatban, vagy bár iskolai rendezvényekben is. Milyen tervetek van a tavaszi-nyári időszakra? Hát igazából itt a Szabadidő Központ ez áprilisban már idézőjelben bezár, mert a benti sportolás az már meg fog szűnni, a jó idő beáltával már inkább kint fognak sportolni a sportolók, viszont a konditermi használatunk azok folyamatos. Büszkék vagyunk arra is, hogy nem csak férfiak, hanem azt mondom, hogy 80-90%-ban hölgyek látogatják a konditermünket. Ez pozitív irányban mozdult el, és próbáltuk fejleszteni a konditermünket is, női sporteszközöket is szereztünk be, minél többet. Már lassan azt kell mondjuk, hogy kinőjük ezt a kicsi termet, de hál' Istennek szeretettel veszik igénybe ezt is. Visszatérve a tervekre, most már a sportpályán, illetve a Tiszaparton lesznek majd rendezvényeink, ami a sporttal kapcsolatos, ugye hagyományosnak mondható ez is már, hogy a homokfoci bajnokságot szeretném megint nyáron megrendezni, ez is helyi, környékbeli amatőr játékosokról szól, illetve az utánpótlás csapatainkat is szeretnénk versenyeztetni a futballpályán, tehát edzőmérkőzésekkel, tornákkal, de gondolunk itt nem csak az utánpótlás csapatainkra, hanem az öregfiúkra is, mivel pünkösd vasárnapján szoktuk megrendezni az öregfiúk bajnokságot, ami ez a futballpályán fog majd zajlani. Köszönöm az interjút!
A mai napon Cigányváros rendőrös vezetőit Kecskés Lajos rendőrőrnagyot kerestük fel hivatalában. Üdvözlöm! Történt-e az utóbbi időben városunk területén nyilvánosságot érdemlő bűncselekmény szabálysértés és felderítése? Nagy tisztelettel köszöntöm Cigányváros lakosságát. 2016. január 1-től a mai napig 7 bűncselekmény történt Cigányváros illetékességi területén. Ezek úgy oszlanak meg, hogy 3 ittas vezetőt fogtunk el, 2 lakásbetörés, amelyet kollégáim sikeresen felderítettek, 1 garázdaság, illetve 1 orvadászt értünk tetten. Ez a 2 ügy mind a 2 bíróság elé állításával már lezáródott, tehát már az ítélet is megszületett benne. Egyéb olyan cselekmény, ami irritálna a város lakosságát, nem történt. Erről örömmel tudok beszámolni. Kisebb szabálysértések természetesen előfordulnak. Rendszeresen ellenőrzik a kamionforgalmat, ugye a 381-es számú főút tekintetében, illetve a Tiszacsermei úton is, mert azért a súlykorlátozást néhány kamionos szereti megszegni, ugye romlanak az utak. Erre kiemelt figyelmet fordít mind a cigányi rendőrös, mind a sátori rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztálya, illetve itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megváltoztak az időjárási viszonyok, ugye a tél időjárási viszonyok elmúltával, ezért a tavasz beköszöntét nagy hőmérséklet ingadozás jellemzi, volt a húsvét, ugye láttuk, hogy 2-3 fokok voltak még éjszaka. Nappal rendszerint már kellemes meleg van, de éjszaka hajnalban még gyakori a fagypont alatti hőmérséklet, ami az utak burkolatát csúszósá teszi, illetve a napos és száraz idők megfelelő közlekedési feltételeket teremt a kerékpárosoknak, segédmotorkerékpárosoknak, motorkerékpárosoknak számára is, és egyre többször találkozhatunk velük az utakon, úgyhogy a autósoknak is kiemelten kérném a figyelmét, mert ehhez hozzá kell szokni a tél elteltével, hogy a kerékpárosok, illetve a motorosok is gyakrabban fognak megjelenni. A láthatóság továbbra is kiemelten fontos, ezt kollégáim fogják is ellenőrizni. A gyalogosok számára is fontos, a KRESZ kötelezően előírja a számukra, hogy lakott területen kívül úton, útpatkán tartózkodnak, akkor éjszaka rossz látási viszonyok között fényvisszaverőmelényt kell viselni. Jön a ködös időszak, úgyhogy szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét erre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az interjút. Februári hírblokkunkat látták, mindenkinek nyugodalmas új éjszakát kívánunk.